Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök január 12-én szerda este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Második világháborús emlékműnél helyeztek el koszorúkat. Kitűzték az idei tatai nagy rendezvények időpontjait. Számos újdonsággal készülnek 2022-re a rendezvény szervezők. A Magyar Kultúra napján már fogadja a látogatókat a Tatai Kastély. A történelmi események felelevenítésével és egy helyi gimnazista verselésével tisztelegtek a doni hősök előtt a megemlékezők. A II. Világháború egyik legtöbb áldozatot követelő csatája 79. évfordulóján a tragédiában elesett magyar katonákra emlékeztek a megjelentek. Az 1943-as tragédiára emlékezett meg Tataváros önkormányzata, a Magyar Honvédség 25. Klapka György lövészdandár és a Honvéd Bajtársi Klub január 12-én. A doni áttörés áldozatai előtt tisztelgő műemléknél idézték fel az eseményt a megjelentek, ahol koszorúkat és mécseseket is elhelyezett a közösség. Ez a mai megemlékezés, ez, hogy mondjam, generációs volt. Van értelme, hogy generációs, hogy valóban ugye itt voltak a református gimnázium diákjai, itt volt a Honvéd Bajtársi Klub fiataljai és idősebbjei is, és itt voltak ugye a 25-ös lövész dandárnak a katonái is, hiszen nekünk katonák meg kötelességünk emlékezni. Épp, hogy készültem, arra gondoltam, hogy ezt az emlékművet 28 évvel ezelőtt állította fel a város önkormányzat, a civilekkel együttműködve, az akkori bajtársakkal együttműködve, és akkor ott ígéretet tettem én magam is, hogy a doni bajtársaimnak, hogy hát amíg én leszek, nem csak én leszek, hanem egyáltalán itt, ugye a Tatán élünk, katonavárosban, polgárok, katonák, emlékezünk. Ez a doni tragédia, ez a magyar honvédség katonák életében, hogy egyik legtragikusabb esemény, és ebben a tragikus eseményben sajnos a mi ugye székesvervai 3. gyalogözred 3. zászlójának katona is ott voltak, ott voltunk. Erről sokat meséltek nekünk, Nem csak a nyugdíjas klub tagjainak, hanem benne a laktanyában is. Sok olyan rendezvény volt, ahol ők meséltek. Na, hogy is volt a Donnál, mi csinálta? És ezek az események emlékezetes maradnak nem csak számomra, hanem a katonák számára is, akik benne a laktanyában találkoztak. Már a visszatért bajtársakkal. Gasztronómiai programokkal indul az idei fesztivál szezon, és december 31-én szilveszteri futással zárul. Megszülettek a 2022-es helyi rendezvényeket összefoglaló eseménynaptár. A szervezők optimisták, így várhatóan minden eddigi eseménynek otthont adhattata. Amennyiben a járványhelyzet nem szól közbe, megszülettek a tatai nagy rendezvények végleges időpontjai 2022-re. A tervek szerint idén sem lesz hiány sport, kulturális, szórakoztató vagy éppen történelmi rendezvényekben. Erről január 12-én a Városházán egyeztettek a szervezők. Az idei esztendő különleges lesz abban a szempontból, hogy a patara az nem a május utolsó napjára kerül, hanem a patara az idei esztendőben a pünkösdi hétvégén lesz, június 3-án, 4-én, 5-én. Aztán a katonazenekari találkozó így a Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én kerül megrendezésre. És aztán a többi program az nagyjából, ahogy szokott lenni, a sokadalom 17-19-ei hétvégén és 24-26-ai hétvégén pedig a Vízzenevirág Fesztivál. Előtte lesz egy tavaly elsőként megrendezett fazekas mester találkozó, ez a 9-12-i hétvégén lesz a Várudvaron jelenlegi tudásunk szerint. Júliusban komoly zenéjé lehet a hangsúly, mert hogy
22-23-24-én Klassza Parton nevű rendezvény kerül újra megrendezésre. Ez egy kicsit kisebb közösséget, de egy nagyon bájos, nagyon szerethető, nagyon-nagyon jó nyári pihentető alkalom, és természetesen a nagy sportrendezvények is megrendezésre kerülnek az idén is, így aztán júliusban az Old Lake-ben középtávú triatlon, magyar kupa és rövidtávú triatlon országos bajnokság, és valószínűleg egy para verseny is bejön a triatlonba. Ez a 16-17-i hétvégére kerül az idei esztendőbe. Augusztusban minimaraton 6-án és a bor és hal ünnep természetesen, valamint a Barokk Fesztivál is az augusztusi hónapban szeretnénk feltétlenül megrendezni. Aztán 20-a ünnepség, a nemzeti ünnepek logikusan mindegyik a maga időpontjában, napján kerül megszervezésre, megtartásra. Várunk mindenkit oda az ünnepekre is. Szeptemberben talán sikerül egy izgalmas, érdekes új fesztivált idehozni Tatára, bár ez megy körbe az országba, tehát most terveződik, hogy egy nagy gasztronómiai fesztivál ide kerülhetne Tatára, a legmagasabb színvonalú gasztronómiát kínáló éttermek találkozója lenne tulajdonképpen itt. Folknapot szerveznek a szervezők, és 24-én a hat fiak találkozója a várba megrendezésre kerül. Októberben az Öregtavi Nagyhalászat 14-16-ai hétvégén, novemberben pedig a Vadlúd Sokadalom, télen pedig újra adventben pedig a Tatai Adventi Örömök, és már most előre jelzem, hogy január 1-én koncert újra az arénába, száztagú cigányzenekart már meghívtuk, és 6-án, mivel az péntekre esik, pedig a tatai zenekarok és közösségek fellépésével a vízkereszti koncert. Kül- és beltéren megvalósuló egy vagy éppen három napos rendezvényeket is tartogathat Tata 2022-re. A pandémia jelentősen befolyásolta az elmúlt két szezon rendezvényeit, idén azonban számos újdonsággal készülnek a régvárt programok szervezői. Tata természeti értékei mellett a városban megvalósuló rendezvények is szép számmal vonzák a turistákat, de a helyiek számára is fontos a változatos programkínálat. Január 12-én összeállt a fesztiválnaptár, és sokak legnagyobb örömére az ország legnagyobb családi fesztiválja ismét fogadja majd a résztvevőket, amennyiben a vírushelyzet ebbe nem szól közbe. Két év mély alvásba, altatásba kerültünk. Jogszabályi hátterek nem tették lehetővé, hogy mi megrendezzük. Én nagyon remélem, hogy maga ez a járványhelyzet olyan szinten fog javulni, hogy föléled az egész világ, nem csak mi, hanem a rendezvények is. És nagyon remélem, hogy ebben az évben június 24-25-26-án, tehát azon a hétvégén találkozhatunk újra a közönségünkkel, és nagy szeretettel várunk mindenkit. Újra kell gondolni mindent. Tehát hiába vagyunk gondolatilag vagy fejben úgy, hogy mindent tudunk a rendezvényről, 20-25 éves tapasztalatunk van. A jelenlegi helyzet ez egy teljesen új, és a közeljövő is egy teljesen új helyzet. Igen, gondolkodtunk mindenféle variációban, és még mindig nem tudjuk pontosan, hogy mi az, ami megvalósítható, de én úgy gondolom, hogy az az igyekezet megvan bennünk, hogy a lehetőségekhez képest a legjobbat hozzuk ki az idei rendezvényből. A megszokott nagy rendezvények mellett új programelemek is színesítik Tata esemény palettáját. A Klassza Parton Fesztivál 2 éve látogatott először a városba, idén pedig számos újdonsággal várja a kultúra kedvelőket az ingyenes koncertsorozat. Nekünk szerencsénk volt, mert tavaly is, meg tavaly előtt is meg tudtuk tartani, köszönhetően a tatai városi támogatásnak, illetve egyéb támogató partnereknek. 2022-ben egy új helyszínnel kezdenénk, a Szent Kerenc templomba, illetve az előtte levő téren lenne rendezvényünk. Kicsit izgultunk, mert a komoly zene és a klasszikus zene az nem tartozik a top 3 népszerű rendezvények közé, de hála Istennek nagyon jól, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyre jobban. Tehát tavaly már vissza kellett utasítanunk a regisztrációkat. Nyilván ebbe az is hozzájárul, hogy ez egy ingyenes rendezvény, így mindenki számára sokkal nyitottabbak ezek a koncertek.
Különleges módon biztosít helyszínt az Eszterházy Kastély a Magyar Kultúra Napjának. Az esemény alkalmából az épület egyettes kiállítóterei különböző művészek számára kínál bemutatkozási lehetőséget, ahol egyszerre elevenedik meg a köznép és az elegancia találkozása január 21-én. Idén rendhagyó módon ünnepli meg Tata a Magyar Kultúra Napját. Január 21-én az Eszterházy Kastély kiállító termében elevenedik meg egy interaktív bemutató, ahol zene, ipar és előadó művészek közreműködésével hív életre egy különleges élményt a Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola és Tata Város Önkormányzata. Édesanyámnak, Kunkatalinak köszönhetjük ezt a hagyományt. Az ő munkájának köszönhető az, hogy évről évre megrendezte a Kenderke a Magyar Kultúra Napját. Idén szeretnénk megünnepelni a kastélynak a megnyitását, és egy impozáns helyszínként ezt választottuk a mostani alkotásunknak. Tulajdonképpen ez egy eleven tárlat lesz, egy interaktív kiállítás, úgymond, ahol belepillanthatunk egy nagyon érdekes gondolatiságba. De a gondolat, ami köré szerveztük ezt az eleven tárlatot, az tulajdonképpen az, hogy milyen párhuzamokban született meg a kultúra. Milyen, most így csúnyán mondva, néprétegekből táplálkozunk mai napig is, amikor azt mondjuk, hogy mi kultúrált emberek vagyunk. Mi az, amikor kilépünk az utcára, mi az, ami bennünk van. És tulajdonképpen két aspektust szeretnénk ebből kiemelni. Az egyik a népi, a hagyományos, a paraszti kultúra, a másik pedig az előkelő, úgymond az arisztokráciának a kultúrája. Egy nagyon érdekes dolog az, hogy a történelem során a gazdagabbat mindig érdemes volt a szegényebbeknek lemásolni. Ez megszületett a viseletek díszítő motívumaiban is nagyon jól látszik, bármiben, a táncokásokban, az énekekben, a dalokban, tehát ezek változékony dolgok voltak, és amit az előkelők csináltak, azt szívesen csinálták, legyűrűzött tulajdonképpen a társadalom alsóbb rétegeibe is. De az 1800-as években valami furcsa dolog történt, a nemesek felismerték, hogy a népi kultúrában milyen gazdagság van, és megszületett például egy körmagyar, a palotás, és idővel, erre rárakódva aztán később Kodály szellemiségét, mai napig is érzem az életemben, hogy bizony a népi az annyira fontos, hogy abból kell elinduljunk. Ez egy nagyon szép gondolat, és szerintem nagyon megengedő és elfogadó. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal ismételten bevezeti a már korábban alkalmazott védelmi intézkedéseket, így a maszkviselést, kézfertőtlenítést és a testhőmérést. Továbbá a hivatal dolgozói elsősorban az elektronikus ügyintézést kérik az ügyfelektől. Tájékoztatást a phkukac.tata.hu e-mail címen, vagy a 0634 588 600-as telefonszámon kérhetnek. Nyílt napot tart a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai kar Tatán a volt piarista rendházban. Az érdeklődők január 20-án délután 3 és 5 óra között nyerhetnek bepillantást a levelezőképzésen induló csecsemő és kisgyermeknevelő, valamint gyógypedagógus szakokba. Az esemény védettségi igazolvány felmutatása mellett látogatható. Kezdetek címmel várja az érdeklődőket Szikora Georgina, a Talentum Iskola grafikus tanulójának tárlata. A kiállítás január 15-én debütál a Peron Tehetségközpontban, ahol hangszeren közreműködik Tóth Kincső. A tárlatot Szigetvári Krisztina, grafikus iparművész nyitja meg. Következzenek szerda esti híreink, még egyszer, röviden. Második világháborús emlékműnél helyeztek el koszorúkat. Kitűzték az idei tatai nagy rendezvények időpontjait. Számos újdonsággal készülnek 2022-re a rendezvény szervezők. A Magyar Kultúra Napján már fogadja a látogatókat a Tatai Kastély.
Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök január 12-én szerda este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen a körzet hírei következnek, majd magazin műsorunkban egy exkluzív tárlatvezetést láthatnak. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!